Ebbe a világba én egészen véletlen csöppentem, és egy tehetségkutatónak köszönhetem, hogy most én itt állok, és igazából az ott ért szakmai visszajelzések alapján gondoltam azt, hogy érdemes ezt folytatni. Egészen addig teljesen másként hallgattam zenét, és elkezdtek más stílusok is érdekelni, kinyílt a látóképem, hogy fogalmazhatok így, úgyhogy merőben megváltoztatta a látásmódomat. Az nem elég, ha tervezed, csak minden hullámnál. Egy pillanatra nem figyelsz, és minden másképp áll. A műsor után felköltöztem Budapestre, és először hangszerboltban kezdtem dolgozni, és utána mehettem zenesuliba. A suli hatására szerettem volna így a való életben is alkalmazni azt a tudást, amit ott megszerzünk, és nagyon szerettem volna zenélni. És Hajdu Klára, aki a mentorom, ő szerzett nekem egy gitárost, és azóta együtt dolgozunk. Többé nem akarom, a könnyen letagadom. Általában producerekkel dolgozok, illetve szövegírókkal. Nagyon remélem, hogy eljutok majd arra a szintre, hogy én magamnak írom a dalokat, illetve a szövegeket hozzá. Olyanok egyedül hontalan, visszanézve minden céltalan, inkább nem leszek áldozat, mindent tettetek áldozat. Már régen készen volt a dal, és még fogalmam sem volt, hogy milyen klipet forgatok hozzá, és elmentem inspirálódni, gondoltam, hogyha vásárolok, akkor abban majd tudni fogom, hogyha megvan a ruha, hogy akkor honnan induljak ki. És ez így is lett. Az utolsó pillanatban találtam egy fehér zakóruhát, aminek rojtjai voltak, és ekkor még nem volt meg, de tudtam, hogy majd meg lesz, és pár nap múlva beugrott, hogy Bonnie és Clyde. És az ő szerelmi sztoriókat használtuk fel alapként. Single-ökben gondolkozom, de azt szeretném, hogyha minél több lenne belőle, így a következő időszakban szeretném, ha születnének még dalok, és ahhoz esetleg videóklippek, minél több online tartalmat szeretnék gyártani, hiszen nem tudhatjuk, hogy most mi lesz a jövőben.